A zene, a tánc és a dráma hármasa mindig is fontos szerepet töltött be az emberiség életében. Aki ezek közül valamelyiket hivatásszerűen űzi, rengeteg gyakorlásra és elhivatottságra van szüksége ahhoz, hogy sikereket érjen el pályáján. Fontos, hogy ezt fiatalkorban eldöntse a diák, szeretne ezzel foglalkozni. Többek között ezért is tartottak a Pécsi Művészeti Gimnázium diákjai ifjúsági hangversenyt a bátaszékieknek. A szimfonikus zenekar vezetője azt mondja, különleges élményben részesítik a hallgatóságot. Egy különleges produkciót hozott a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium erre az ifjúsági sorozatra, melyben a dráma, a tánc, a zene együtt szerepel egy színpadon, egy közönségnek igazából. Azt kell mondani, hogy a műsornak a címe az, hogy legyőzhetetlen, de a tánc és a zene együtt, úgy gondoljuk a drámával együtt, így legyőzhetetlen ez a produkció. Ebben szerepelnek csárdások, polkák, modern balett a színpadon, és közben a gyerekekkel interaktív beszélgetés folyik a számok között. Szilágyi Lajos azt mondja, nem véletlen, hogy előadások központi tematikája a legyőzhetetlenség. A programban több olyan rész is helyet kapott, mely kapcsolódik a történelemhez, a kultúrához és a zenéhez egyaránt. Fogunk játszani Johann Strauss-tól csárdást, fogunk játszani egy bajor polkát, ami egy harsona szólós darab Tarlós Bence előadásában, harmonika is szerepel a fúvós zenekarban, mert ugye ez egy fúvós zenekari produkció, a Pécsi Művészeti Symphonic Band központi szereplője ennek az egész produkciónak. Emellett még játszunk Philipp Sparktól egy Invictus darabot, amivel kezdjük az a nyitányunk, az a legyőzhetetlen, tehát ez adta a címét is a produkciónak. A végén játszunk Márqueztől egy danzont, amit úgy gondolunk, hogy ez a latin-amerikai zene, ez meg a táncot és a zenét együtt teszi legyőzhetetlen, és azért illesztettük oda, de van egy Jakob de Haan darab is a produkcióban, ami Diogenész néven szerepel, és itt pedig a Nagy Sándor és Diogenészről esik szó, akik szintén legyőzhetetlenek voltak. A pedagógus szerint fontos, hogy fiatalabb korban elkezdjék a zenei nevelést, ugyanis ekkor már kialakulhat egy kötődés a dallamokkal, és ez egész életre meghatározó élmény a fiatalok számára. Óriási lehetőség, beleláthatnak egy picit a szakmába, hogy milyen az, amikor nem csak egyszer és a saját közönségüknek otthon, iskola falakon belül szerepelnek és állnak a színpadra, hanem kijuthatnak, és egy egész megyében a gyerekeknek azokhoz, akik elvihetik a zenét, akik esetlegesen majd művészeti gimnáziumba kerülnek tanulónak, vagy ezáltal olyan élményekkel gazdagodnak, amit élő zenét nagyon ritkán hallanak a gyerekek, és így ilyen formában szerintem ez egy óriási dolog mind a mi növendékeinknek, mind azoknak a gyerekeknek, akik hallgatják ezeket a produkciókat. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen a gyerekek számára a legeslegfontosabb dolog, hiszen a zenei tanulás segíti legjobban elő a képességeiket, hogy az általános iskolában is sokkal gyorsabban tudjanak tanulni a memóriákat. Összekapcsolódik a motorikus képességük, a hallásuk, a gondolkodásuk, és ezáltal sokkal nagyobb lehetőségeik lesznek az életben is. Hát, ha még tehetségesek is, és esetleg zenészekké válnak, az még csodálatos dolog. A diákokat kísérő pedagógus Kocsisné Tóbi Zsuzsanna is egyetértett pécsi kollégájával abban, hogy a 21. században egyre inkább értékét veszti a zenei nevelés. Ezért jó, hogy vannak ilyen alkalmak, amikor fel tudják hívni a fiatalok figyelmét a muzsikára. A pedagógus kiemelte, azért is fontosak ezek a hangversenyek, mert a diákok átélhetik egy ilyen esemény varázsát, és akár közelebb is hozhatja ez őket a zenéhez. A mai gyerekek nagyon ritkán jutnak el hangversenyre a szüleik által. Én azt gondolom, hogy egyre kevesebb az igény, főleg itt a mi környezetünkben arra, hogy a élő zenét hallgassanak a gyerekek. Most ha énekkorán hallgatunk zenét, az is ugye csak az éterből jön hozzájuk, és hogy közelebbről is megismerkedjenek az élő zenével, ez szerintem nagyon fontos, és hogy ilyen élményekben is részük legyen. Bátaszéken mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottak a kultúra támogatásának. A cél, hogy a gyerekek igényes rendezvényeken vegyenek részt, mert ez ad egyfajta mércét saját kultúrájuk kialakításához. Számunkra nagyon fontos, hogy a kultúra különböző szegmenseit
ebbe beavassuk a hozzánk érkezőket, legyenek azok diákok, felnőttek, vagy éppenséggel a nyugdíjas korosztály. Éppen ebből a megfontolásból gondoltuk úgy, hogy teljesen ingyen és bérmentve nyújtunk helyszínt az ifjúsági hangversenyeknek, a filharmóniai előadásoknak, mert azt gondoljuk, hogy ez is az életünk szerves része, és nem csak a magyar, hanem az egyetemes kultúra része, amely számunkra nagyon fontos, és ezzel is igyekszünk hozzájárulni a gyermekeknek, a diákoknak a fejlődéséhez, és ahhoz, hogy az ismereteik is, mondjuk akár a kultúráról, sokkal szerteágazóbb legyen. A Pécsi Művészeti Gimnázium előadásán dugig megtelt a Bátaszéki Művelődési Ház nézőtere. Az általános iskolásoknak helyenként vicces, néha komoly témákat adtak elő a pécsi művészet is gyerekek.